Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogy érzi magát, és a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valamit közöl számodra, hiszen nem véletlen az, hogy te most megtekinted ezt a felvételt. Viszont ha szeretnél egy személyes jóslást, mint például ezt a 3 kérdőjeleset, vagy egy másikat, megrendelheted e-mailen keresztül. A díjam 4000 forint. Ha a jóslást asztrológiával együtt kéred, ez is megrendelhető, akkor összehasonlítom kettőtök horoszkópját, egy szerelmi horoszkópot természetesen. Ennek a díja 10.000 forint. Most van egy akciós jóslás, ahol megkapod ezt a nyári szerelmi jóslást asztrológiával 6.000 forintért. Ha beírod a közleménybe majd, hogy nyári szerelmi jóslás, ez most az akció. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, mi az ő gondolata. Itt látható ez a park. Ez jelenti a természetet, vagy a nyilvánosságot. Lehet, hogy elmentek kirándulni, vagy találkoztok véletlenül a nyilvánosságon, de nincsenek véletlenek, lehet, hogy ő ezt így tervezi, és úgy tesz, minthogyha véletlen lenne. Az is lehet, hogy megkapod tőle az elismerést, felvállal a nyilvánosságon, mások látnak titeket. A második kérdés úgy hangzik, hogyan érzi magát. Ez a kártya jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatás, az anyagi helyzet, a család, a lakhely, de mivel itt szerelmi jóslásról van szó, akkor ez a kártya azt jelenti, hogy nálad le tud gyökerezni. Itt lesz növekvés, előre mennek a dolgok, de mint ahogy a fa lassan növekszik, mire gyümölcsöt hoz, eltelik egy kis idő, tehát kell még azért a türelem. De biztos lehetsz abban, hogy ő úgy érzi, hogy nálad odaérkezett, le tudod horgonyozni, gyökerezni. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Hát itt ezen a kártyán látható a szerencse, és az azt jelenti, most lesz egy szerencsés fordulat. És még van egy kártyám, az pedig azt fogja jelenteni, hogy mi köt össze benneteket. Az utak jelentik a sors utakat. A sors utatok kereszteződött, itt sem voltak véletlenek, és a jövőben is kereszteződik, ez egy találkozást jelent. Ti elérkeztek hamarosan ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, jelenti a döntéseket. Ő majd mondani fogja, hogy nálad legyökerezett, felvállal a nyilvánosságon, és ez számodra szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!